témát kerestem, ami őrként biztosan érdekelné most is, mint most. Az a címe, hogy erdélyi csibeleves rozmarinkkal. A rozmarinnak köszönhetően igazán finom csirkehús gombot szalott tésztával gazdagított hagyományos csibeleves. Tartósítószert és mesterséges szemezéket nem tartalmaz. Kovács Sándor áhítattal fogta a kis műanyagtasakot. Szeme újra és újra végigrohant a leíráson, míg meg nem pihent a képen. Hiába pakolt ki a levesporokból már 5 dobozzal, nem vette észre ezt a csillogó porcelánedényt benne az aranysárga, életigenlő levessel. Erdélyi csibeleves rozmarinkkal. Körülnézett, hogy biztos legyen benne, a szárazáru osztály vezetője nem járkál-e a közelben. Csak pár hotkoros vásárló turkált unottan a termékek között. A biztonsági kamerák miatt így is kevés ideje volt, hogy ismét átadja magát a csendéle parázsának. Ránézett a tasakra, az pedig magába szívta, mint egy szivacs. Elbűvölte a tálalni készülő háziasszony hanyagsága, ahogy egy csokor sárgarépát és rozmaringot hagyott a vasárnapi abroszon az edény mellett. Lelki szemei előtt megjelentek Erdélyország szélben hajladozó végtelen rozmaring mezői is. Elképzelte az illatos petrezsém darabok és a napsárga zsírcseppek táncát a hűsleves felszínén. Szája annyira megtelt nyállal, hogy háromszor is nyelnie kellett. Félő volt ugyanis, hogy egy földre húlt nyácsikkal megbecsteleníti a vásárlók cipőjét. Hirtelen támadt éjségét megkétszerzett munkatempóval próbálta feletetni. Mikor végzett a levesporokkal, hátra ment a raktárba, egyedül megpakolt egy teljes raklapot makréla konzervekkel, kivitte az eladótérbe és fegyelmezetten elkezdte feltölteni a polcokat. Sajnos az egyik mustáros mártásban ficánkoló halcsong folyton megzavarta, kacéran kiabálta felé, hogy tunkolj belénte állat. Kovács Sándor megkönnyebbülve dobta le a dobozokat, amikor bejelentették az éjjeli 20 perces szünetet. A képies munkának és a klímaberendezésnek köszönhetően patakokban folyt róla a víz. A hőséget csak a grillpultból áradó zsírszag enyhítette, ami egy hatalmas tejfölös lángost jutatott az eszébe. Nagy sóhajtással a személyzeti bejáró felé vette az útját, ahol alapos biztonsági ellenőrzés várta. Miközben az őr pokoli lassúsággal csúsztatta végig a tenyerét az ő belső combján, eszébe jutott, hogy 3 szikkadt kolbászos szendvics várja az öltöző szekrényben. Már csak 15 perce maradt az étkezésre. A kantinban leült tisztes távolságra a többiektől, és tőle szokatlan állatiassággal vetette rá magát az uzsonnájára. Alig kezdte el a kenyér héját tépni az őrült fogával, váratlanul letört belőle egy darab. Mit sem törődve az incidenssel, csak harapott és rágott tovább, még egy keményebb kolbászdarabnál már az egyik szempoga is kiesett. Sándornak nem volt ideje méltatlankodni, a műszakvezető vörös fejjel ordibált, hogy takarodjanak már ki dolgozni, a termék nem pakolja ki magát. Keservesen folytatódott a munka. Hajnali 3 felé amúgy is nehezen tudott koncentrálni, de most a neonfényben, szúrós klórszakban több árut elejtett, összetört. Szégyenkezve feltörölte a darabokat, és izzadtan folytatta a pakolást, abban bízva, hogy nem küldik büntetésből a mirelit osztályra. Egyre többet vakarózott, amiért a raktárporát tette felelőssé. A vakarástól elkezdett sűrűn hámlani a bőre, a lehámlott bőr gyorsan besatort a pölt a polcok alá, hogy nehogy közegészségügyileg alkalmatlannak találják. Most már átkozta magát, hogy kolbászos kenyeret csinált magának, mert a szája teljesen kiszáradt. Mint ha a víz elpárolgott volna a sejtjeiből. Elkezdett égni a szeme, a tüdeje, idegességében pedig egyre többet túrta a hajába, ami csomóban a kezében maradt. Már csak minden második mosóporos dobozt igazította meg, hogy a vásárlók nyomait eltüntesse. Ahogy a kezére nézett, kétségbe esetten konstatálta, hogy a bőre elkezdett leperegni, mint a homok. Azonnal felismerte, hogy nem sok ideje van hátra. Utolsó erőfeszítésével megigazította az alpányfels illatú öblítőt, aztán Kovács Sándor egy szempillantás alatt szétporlott. Az éjszakai műszak leváltásakor káromkodva csóválta a fejét a takarítónő a kupac fölött, hogy mennyi ganét hagynak maguk után az árufeltöltők, és biztosra vette, hogy ezért tart itt ez az ország.